szasztjon emberek. Julián, közben bocs, így eltűntem, de itt napja nem tudtam videót, pedig én gyakran töltök fel videót, úgyhogy gondoltam most filmkritika lesz, mert már ez régen volt, és látom, hogy nagyon szerettétek, igen, sokan megnéztétek, úgyhogy gondoltam csak egy ilyet. Film pedig a Agymonók lesz. Ezt a filmet én nagyon vártam. Ezt a közben puskázok már. Ezt a Pixar csinálta, animációs film. Arról szól, hogy ugye van egy tinédzserkorú lány, Riley, aki csendes kedvesi városban él. És azért is elköltöznek ugye San Franciscóba, és de fölfordul ugye minden az életébe. Az előző a film, ugye, és vannak ugye ezek a fő karakterek, akik az agyban élnek, vagyis a agy irányító központjában, így már ezt a film, nem mint találom ki, így már ezt a film, hogy ők élnek ugye az agy irányító, és ő irányítják az érzéseket, meg a cselekedeteket. És ugye van ugye, ez a már filmen kiderül, hogy van ugye ezek a karakterek, elmondjam karaktereket? Ugye van derű, bánat, harag. Most ők úgy folytak, hogy majré. Mi folytjuk mondjuk félnek, vagy... Erről szó, hogy ugye az érzelmek összecsapnak. Az érzések összecsapnak, mert nem értek egyet ugye bizonyos dolgokban. És emiatt összecsapnak össze. És ez a film zseniálisan jó, például a kezük látványvilág nagyon szép, nagyon szép látványa van, hogy szépen megvalósították, szépen meg van animálva minden, ahogy kell, nem csapták össze, szép munkát végeztek, a sztori az jó, mondjuk úgy jó sztoria van, tehát tényleg ez egy érezhető animációs film, és ez még a gyerekek is érezhetik ezt a filmet. A karakterek jók vannak dolgozva, a fő karakterek is, meg a Riley személyisége, meg viselkedése. Ugye ezek, ugye ők jelentek, és ezeket látjuk, és ez nagyon vicces, hogy így, hogy így fő, ezen meg fő személyiség egyeit, a félelem, a harag, a derű, a dű, és mind ez nagyon, mondjuk úgy nagyon érdekes film, mert ilyet még ugye a filmipar még ilyet nem csinált, és még nem volt neki ilyen húzása, ilyen filmje, és szerintem ez nagyon jó alkotás, szerintem nézzétek meg azonnal, érdemes megnézni, menjetek el moziba rá, nagyon megéri, tökéletesen jó sztória van, és szép látványvilág, gyönyörű látványvilág, gyönyörű sztori. Kicsit voltak érzések pillanatok is, amikor volt például, amikor majd elbögtem magam, olyan szép pillanatok voltak, hogy olyan elható jelentek voltak. Nagyon jó, szerintem ez egy nagyon jó film, csak annyira tudom, gyereketnek főleg, meg kisgyereketnek készült is. Érdemes még felnőttnek is megnézni, mert lehet bele tanulni bőven. De hát a kisgyerekekkel, hogyha van tesód vagy család, akkor szépen is megnézni azonnal, nagyon jó film. Csak annyit tudom. Na, szaszi emberek, egy gyors kritika volt. Na, szaszi. És majd később találkozunk.